Miközben hálásak vagyunk gyermekeinkért, a következő nemzedékért, a közben mindazt tovább tudjuk nekik adni, amit ránk bíztál. Hálaadó istentiszteletet tartottak a kisvárdai Gyöngyszem óvoda átadása alkalmából. Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésén elhangzott, a mélyen élt kereszténység maga a gyermeki hit, amely a bizalom magától értetődőségéből fakad. Fontos, hogy a gyermekek megtapasztalják ezt az ősbizalmat, ne csak a családban, hanem a nevelési, oktatási intézményekben is. Nem csak az egyház jövője, hanem a nemzet jövője is a gyermekeinkben van. Az a befektetés, amit az ő nevelésükbe, az irántuk tanúsított szeretettel elvégzünk, az majd meg fog térülni a következő generációkba. Azt akarjuk, hogy itt magyar földön magyarul énekeljenek, imádkozzanak, és magyarul neveljék majd a gyerekeiket évtizedek múlva is az emberek. Akkor bölcsödét, óvodát, iskolát kell építeni, és a templommal összekötni. Ez történik Kisvárdán, 66 intézményünk református egyház keretében újul meg, vagy pedig épül újjá, több mint 10 000 gyermeknek fogunk most már ellátást adni, nevelést adni, és itt a Gyöngyszem, az az egyik Gyöngyszem, az a kisvárdai Gyöngyszem óvoda. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, a református óvoda program keretében összesen több mint 70 helyszínen történt fejlesztés. Nagyon nagy léptékben tudtuk elindítani az elmúlt egy évtizedben mind a Kárpát-medencei óvodaprogramot, mind pedig katolikus, református, evangélikus és hozzáteszem önkormányzati óvodaépítéseket. És ezen belül a református óvodaprogram is hatalmas nagy eredményeket hozott már eddig is. Összességében azt mondható el, hogy közel 71 helyszínen több mint 5500 férőhely újult meg, illetve épül. Ebből az 5500-ból 3300 teljesen új. Ez óriási nagy dolog, hiszen az a sok-sok kisgyermek, illetve a szüleik, akik elkezdik most az óvodát, illetve a szüleik, akik merték vállalni a gyermekeket, azok sokkal jobb körülmények közé vihetik a gyermekeiket. Mindemellett pedig nyilván egy dolog az, és nagyon fontos történet az, hogy épülnek, szépülnek óvodáink szerte Kárpát-medencében, de nyilván a beltartalom a legfontosabb, és egyházaink biztos, hogy ebben nagyon sokat tudnak tenni, hogy lélekben is, magyarságra való nevelésben is, nemzetszeretetben is ezeket a kicsiket jó irányba terelgessék. Az óvoda a kisvárdai református templom közvetlen szomszédságában áll. Az épületben többek között 3 csoportszobát, torna és fejlesztőszobát, valamint egy 800 négyzetméteres játszóudvart is kialakítottak, a hitoktatás pedig új módszerrel zajlik majd. A városban idén 30 éves a református oktatás, az intézmény ennek évfordulóján épült. Én azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb és legjobb dolog ez, és nagy jelentősége van, hiszen református egyházközösségnek még ennek a felekezetnek nem volt óvodája, úgyhogy, és a legjobb pedig az, hogy 75 gyerek, tehát 3 csoporttal fogunk működni, és mind a 3 csoport most jelenleg már megtelt, úgyhogy én azt gondolom, hogy bizakodóak vagyunk, és jó Istenben hiszünk, és tudjuk, hogy ez nekünk nagyon jó lesz. A Gyöngyszem óvoda alapkövét 2020-ban tették le. A beruházás idén tavasszal fejeződött be. A fejlesztés több mint 465 millió forintos kormányzati támogatásból épült.